francia gondolkodó szerint a beszéd arra való, hogy a gondolatainkat eltitkoljuk vele. Hogy a szellemes mondás mennyiben igaz, arról napról napra meggyőződhetünk a média világában, némely közéleti személyiség, beszédhibája, dadogása, makogása mellett a közlendő gondolatok is homályosak és szinte érthetetlenek. Ezért mi most egy tolmácsot alkalmazunk, aki közérthetően lefordítja az elhangzottakat. Sok-sok szeretettel köszöntöm kedves igazgatórat, a kedves titkárnőjét és a kedves tolmácsurat. Néhány fontos kérdést szeretnék önnek feltenni. Szívesen válaszolok a kérdéseire, hiszen önök a közvéleményt reprezentálják. Trösztünk világzó működésének kardinális faktora a széles rétegeknek, melyek mint termelők és fogyasztók egyaránt megjelennek. Oly módon való permanens informálása, és ez lényegét tekintve nem más, mint ökonomikus dialógus, melynek alapján mind nagyobb volumenű és hatékonyságú tevékenység mutatkozik meg a javak előállítása terén épp úgy, mint azok tervszerű, kereskedelmi célú szétterítése vonatkozásában. Mit mond? A vezérigazgató azt mondja, hogy nem látja semmi értelmét a beszélgetésnek. Akkor föltenném az első kérdést. Igen. Mi a tröszt rendeltetése? Tevékenységünket a gazdasági határozók együttes faktorainak számbavétele kötelezően szabja meg. Elsőrendű feladatunk, hogy a gátló tényezőket oly mértékben koordináljuk, hogy eközben a modern gazdaság megosztás áramlatában mind tevékenyebben érjünk el eredményeket. Fogalmam sincs, nem tudok válaszolni. Jó, de hát mit gyártanak? Termékeink kategorikus indexe a következőkben határozható meg. Gyártási tevékenységünk kitér mind a ma szükségleteket kielégítő ágazatokra, melyek előállításához olyan nyersanyagokra van szükségünk, melyeknek felhasználásával termékeinket megfelelő minőségben tudjuk előállítani. Ha megfeszültök, akkor sem mondok semmit. Mi a legközelebbi tervei? A hamarosan megrendezendő hágai áruforgalmazási szimpózium előnyös alkalmat fog nyújtani egymás megismerésére és mind szélesebb körű információink kicserélésére, mint egy két heti megfeszített munkavárám és több nyelvet felső fokon beszélő titkárnőmre, mint bevált munkatársamra. Van egy titkárnő, hú, a szét nyelven beszél. Hollandiában ruccanok ki vele két hétre államköltségen. Igen. Elárulna valamit a magánéletéről? Köszönöm a kérdést. Imádott hitvesen és családom szeretőkörében élvezem a kikapcsolódás erőt akkumuláló hatását. Remélem, mi hamarabb kimondják a válást. Hálásan köszönjük igazgató úr kimerítő türelmünket, kimerítő is a dolgok lényegi összefüggéseit megvilágító direkt és indirekt personális információit, melyek rávilágítanak a politikailag és mondjuk ki nyíltan, történelmileg homogén azon variációk miben létére, melyek mind individualiter, mind szociológiter funkcionálnak. Mit mond? Az, hogy dögölj meg!